a szervezés megint? Igen. És Marika négy itt van. Szomásos. Oh.
Tisztelt ünneplő közönség! Makóváros önkormányzati képviselőtestülete nevében szeretettel köszöntöm Önöket államalapításunk ünnepén. Tisztelettel köszöntöm Farkas Éva Erzsébet asszonyt, Makóváros polgármesterét. Dr. Égető Gábor urat, a Csongrád megyei kormányhivatal makói járási hivatalának hivatalvezetőjét. Cirbus Gábor alpolgármester urat. Dr. Bálint Hankóci Beatrix jegyzőasszonyt. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a mai nap kitüntetettjeit és kedves hozzátartozóikat. Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a térségi polgármestereket, városunk díszpolgárait, a történelmi egyházak képviselőit, a városunkban vendégeskedő néptánc és fúvós zenekari csoportok képviselőit és minden kedves megjelent vendégünket. Ezen a napon az ősi hagyományoknak megfelelően az államalapításon túl az új gabonából készített kenyeret is ünnepeljük. A múltban gyökerező szép magyar szokás, hogy az új kenyeret a történelmi egyházak lelkészei augusztus 20-án megszentelik és megáldják. Felkérem Pálfai Zoltán római katolikus plébánost és Bíró István görög katolikus parókust, hogy szenteljék meg a város új kenyerét. Ezt követően Szlaukó Orsolya evangélikus lelkész, valamint Kotormán István református lelkészigazgató mondta áldást. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az élet kenyere. Belőled származik minden élet. Kérünk, szenteld meg mennyei áldásoddal az új kenyeret, hogy mi is kenyérré válhassunk embertársaink szolgálatára, és így majd eljuthassunk a boldog örökké valóság országába, aki élsz és uralkodik mindörökkön örökké, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Urunk, legkegyesebb királyunk, áld meg ezt a kenyeret. Sokasítsd meg ebben a városban és az egész világon, és azokat, akik ebből táplálkoznak majd, szenteld meg. Mert ezt a kenyeret szolgáid a te dicsőségedre ajánlották föl. Teljesítsd üdvösségükre szolgáló minden kérésüket. Add nekik örök javaid élvezetét, ami legtisztább királynénk mindenkor Szűz Máriának, Magyarország dicső és Isten által megkoronázott királyának, Szent Istvánnak, a szentek között élő Hieroteosz atyánknak, országunk első püspökének, kinek ma emlékét tiszteljük, és minden szentjeidnek könyörgései által. Mert Te vagy, aki mindeneket megáldasz és megszentelsz, Krisztus Istenünk, kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, Szent István ünnepén adjon nekünk összetartozást vele és egymással. Adjon békességet benne és egymásban. És adjon nekünk szeretetet. Szeretetet, amely az örök élet kenyere. A mindenható Isten áldja meg ezt a szent kenyeret, hogy ez legyen számunkra a lelki eleder. Az Úr Jézus Krisztus, aki az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Az Úr fordítsa felénk arcáját, és áldjon meg bennünket. Amen. Istennek adjunk hálát, hogy ebben az évben is új kenyér kerülhetett asztalunkra. És kérjük a mindenható Isten áldását, hogy ez az új kenyér váljék áldássá a mi kezünkben is. Amíg föld lészen,
vetés és aratás meg nem szűnnek. Amen. Felkérem Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszonyt, hogy vegye át a város megszentelt, megáldott kenyerét. Mi atyánk, kezünk kitárva, állunk előtted, tudva, hogy kebled érettünk dobog, s kiket te áldasz, mind-mind boldogok. Pihenjen hát rajtunk szent tekinteted, hogy megnyugodjon, hogy felderüljön arcunk és szívünk. Hallgasd meg, imánk! Kezedből eddig is megelégettünk. Boldog volt atyánk, aki kért, mert kapott, s áldotta nevedet. Bőséges volt, mit adtál nekünk. Emberektől ezután sem várunk. Áldást csak te tudsz nyújtani nekünk. Kenyerünket te tudod megadni. Szent kezed, mely erős, hatalmas, rögöket porlaszt, patakokat duzzaszt, záport préselve sötét fellegekből, harmatot permetez színpompás lunákra. Kalásztengereket szeretve simogat, hogy elpirul minden kezedhez simuló búza szem, s megduzzad az örömtől kebele. Az élet lehelete van benne, míg lepattan róla a polyva, s áldott kenyérré változik. Kenyerünkért esengünk mi is, bár nincs rá érdemünk, de tudjuk, de hisszük, te alkottad ilyenre életünk, hogy gondoskodnod kelljen rólunk. Szeretetet tette ezt atyánk. Ha napról napra szent kezedből élünk, lesz akkor mindig vacsoránk, ebédünk. Szent kezedből élni, és csak mára kérni. Ez a legszebb példa a gyermeki hitre, igaz bizalomra, s a gondviselésre. Nem ürül ki akkor a korsó, a véka, s a szív is megtelik hálával, örömmel. Mi csak te nálad, általad létezünk. Nem vészel akkor, s nem kell boldogtalannak élnünk. Te vagy mindnyájunk alkotója, gondviselője, megtartója. Halld meg hát, imánk, ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. Köszönöm az egyházak képviselőinek városon kenyerének megszentelését és megáldását. A magyar ember mindenkor életnek nevezte a búzát, legfontosabb kenyérnövényünket. És valóban élet minden egyes gabonamag, mert ezek a kis magok bármikor képesek életre kelni. Magukban hordozzák az életcsírát, a magba zárt kozmikus energiát.
bennük van az erő. Az erő az élethez, az újrakezdéshez. Mindezt ünnepeljük augusztus 20-án. Tisztelt ünneplő közönség, felkérem Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszonyt ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt ünneplő közönség, kedves makaiak! Szent István királyunk és az új kenyér megszentelésének áldásának ünnepén nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Tisztelettel köszöntöm az egyházi elöljárókat, természetesen képviselőtársaimat, akik a mai napon is együtt ünnepelnek velünk, a helyi civil egyesületek, szervezetek tagjait és meghívott vendégeinket. Köszöntöm és hálatelt szívvel köszönöm meg államalapításunk ünnepén a városunkba érkező nemzetek, csíkkarcfalviak, nagyszentmiklósiak, óbesenyői néptánc és zenekar csoportjainak jelenlétét, a makói magánzeneiskola, a városi vegyeskar, valamint a forgatós és maros csoport tagjainak ünnepi forgatagban történő közösségi szolgálatát. Nagy tisztelettel köszönöm meg. Tisztelt emlékezők, aki valamelyest is foglalkozik nemzetének történelmével, hamarosan rájön, hogy a fennmaradt, legrégebbi történelmi munkák fölött is máig nagy viták dúlnak. Amely nemzeti történelmi tudata zavaros, az torzarcú társadalmakat hozhat létre. Ha pedig egy nemzet elveszíti történelmét, az beleveszítheti a jövőjét is. Augusztus 20-a a magyar nemzet ünnepe. Mindig is a mi ünnepünk volt. Ezen a napon emlékezünk Szent Istvánra és azokra a magyarokra, akik történelmünk során elszántan védték az országot, elszántan védték a magyar államiságot. Szent István törvényeivel Magyarország keresztény államként született meg, amelynek megvannak a saját intézményei, a saját törvényei, és természetesen a saját határai is. A törvények betartása tett minket nemzetté, és tett minket állammá. Tartsd meg a nemzetet törvényeit, és megmarad hazád, megmarad országod. Nem tartható véletlennek úgy hiszem, hogy történelmünk nagy fordulópontján álló István királyunk a magyar történelem talán legtöbbet vizsgált személyiségévé vált. A dolog magyarázata talán abban lelhető, hogy nem kevesebbről van szó a személyét illetően, mint európai létünkről. Szent István királyunk, országunk, nemzetünk megtartásának legnagyobb történelmi alakjává nőtte ki magát. Lehet arról vitatkozni, hogy a Kárpát-medence lakossága ezer táján mennyire volt keresztény. Az azonban nehezen vitatható, hogy Szent István korában vált a magyarság a mai értelemben vett keresztény európai kultúra fő erősségévé és fő támaszává. Miben áll Szent István királyunk értékrendje? Úgy vélem, és mondhatom azt, hogy hiszem is, a keresztény hit sziklaszilárd kövei nyugvó bölcsességén, a jó és a rossz közötti megkülönböztetés alázatos szívvel hordozott képességén, és keménykező uralkodóként is az irgalmas szeretet gyakorlásán. Igen, sziklaszilárd keresztény hitben gyökerezve látta nemzetünk jövőjének megmaradását
és nemzetünk jövőjének fennmaradását. Koronázásakor az egyház képviselete a nép felé ezt a kérdést tette fel. Akarjátok-e, hogy fejedelmetek király legyen? A népnek egyhangulag kellett felelni rá a választ. Azt, hogy akarjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves makójak! Ha ma megkérdeznék a magyar népet, hogy akarják-e, hogy István, Szent István királyhoz hasonló hitű és jellemű emberek vezessék az országot, akik a keresztény életelveket élik és népükkel megvalósítatják, vajon a választók kétharmada rájuk adná a szavazatát? Elgondolkodtatom. Szent István királyunk egyértelművé tette törvényeiben, fiához intézett intelmeiben, hogy a keresztény hitet meg kell őrizni. Meg kell őrizni minden áron. Az egyház és az állam rendjét tiszteletben kell tartani. Az imádságot, a kegyességet, az irgalmasságot és a többi erényt pedig gyakorolni kell. Napról napra. Ezer éves történelmi múltunk megmutatta azt is, hogy nem dönthetnek mások helyettünk, mert azzal megszűnik a nemzet függetlensége, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy mivel jár az, ha Európa feladja az alapvető értékeit. A magyarság legyen az államhatáron innen és túl, azt is pontosan tudja, hogy milyen tragikus következményei vannak annak, ha megváltozik az állam etnikai, vallási, kulturális összetétele, és ha erőszakkal kényszerítenek arra bennünket, hogy kikkel éljünk együtt. Tisztelt jelenlévők! A magyarság gyakran idegen hatalmak árnyékában élt. Átélt tatár, törökdúlást, kemény diktatúrák rendszerét, és még ma is köztünk élnek sokan, akik 60 éve az életüket kockáztatták egy szabad, független országért. Augusztus 20-a így függetlenségünkről és szabadságunkról is szól, és egyiket sem adták soha ingyen. Egyiket sem adták soha ingyen nekünk, magyaroknak. De ezer év alatt mi sem engedtük kereszténységünket. Nem engedtünk az Árpád-háziak méltóságából, nem engedtünk Hunyadi kitartásából, Mátyás szellemi örökségéből, nem engedtünk Rákóczi és Bocskai alázatából, és nem engedtünk sem a 48-ból, sem 56-ból. Semmiből nem engedtünk, ami magyarságunkat bármilyen módon is gyengíthette volna. Kedves makójak! A Maros folyóirat, mely a térség egyik legnépszerűbb sajtóorgánuma volt a 19. század végén, augusztus 21-i számában a következőt írja. Addig fog élni és virulni egy nemzet, míg szívében honának szeretete és a saját vallásosságának oltárai füstölögnek. Addig fog élni és virulni egy nemzet, míg szívében honának szeretete és saját vallásosságának oltárai füstölögnek. Igen, Szent István királyunk is mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsenge vetését. A honvédő papkirály, mert így is nevezték Szent királyunkat. Közel 70 éves korában, a 11. században, ritka magas korban, 42 évi uralkodás után halt meg. Mária mennybevitelének napján. Mária mennybevitelének napján, akit
oly bensőségesen és mérhetetlen szeretettel tisztelt, akinek tiszteletére több templomot is épített, és akinek halála előtt felajánlotta szeretett országunkat, felajánlotta szeretett nemzetünket. Tisztelt ünneplők, ami engem, Szent István királyunk személyét illetően minden egyes alkalommal mélyen megérint, az az, hogy mint uralkodó mindvégig tudatában volt Isten előtti felelősségének, Isten előtti számadásának. Gyönyörű példája volt ennek, hogy templomában hivatalát évente egyszer letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől hatalmát. Kölcsön kapta Istentől, ajándékként kapta az ország irányítását és vezetését. És annak bizonyságára, hogy hatalmát minden nap Istennek oltalmazza és Istennek áldozza. Merjük-e mi ilyen felelősséggel vállalni, óvni, megvédeni keresztény magyarságunkat, keresztény magyar hazánkat? Merjük-e rábízni mindezt a mindenható Istenre? Lelki arculatát István királyunknak úgy gondolom hűen tükrözi fiának írt intelmei között a következő néhány gondolat. Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölet nélkül. A király koronájának legszebb ékszerei a jó tettek. Azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel együtt békeskedjék. Minden nép, így a magyar nép is saját törvényei szerint él. Add meg az országnak a szabadságot, hogy az szerint élhessen, hogy az szerint éljen. Szelíden, alázattal, békességgel, harag és gyűlölködés nélkül. Irgalmas szeretettel és keresztény erényekkel minden nap felvértezve. Tisztelt ünneplő közönség! Nem, itt döntötted. Hiszem, hogy ma is együtt és csak együtt vagyunk képesek urrá lenni a legnagyobb nehézségeken is. Mint történelmünk nagy és sorsfordító pillanatára. Talán így üzen szentként István királyunk, hogy éljünk 2016-ban is választójogainkban keresztény magyarságot, további ezeréves megmaradásáért. Alázattal, békésen és mindenféle gyűlölködés nélkül. Mert addig fog élni és virulni egy nemzet, míg szívében honának szeretete és saját vallásosságának oltárai füstölögnek. Tisztelt jelenlévők, ehhez ajánlom az ezredévnyi magyarság tapasztalatait, és ehhez kérem minden egyes nap képviselőtársaimmal, szolgálatunkban a Jóisten segedelmét. Isten éltesse augusztus 20-án Makóváros minden polgárát. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Megköszönöm polgármester asszony ünnepi gondolatait, és egyben felkérem a kitüntetések és elismerések átadására. Városunkban szép hagyomány, hogy a település pedagógiai életében régóta tevékenykedő, köztiszteletben álló pedagógusokat egy-egy szép évforduló kapcsán a város színe előtt ünnepélyes keretek között köszöntjük. Az elkövetkező percekben olyan elismerések átadására kerül sor, melyeket 50, illetve 60 évvel ezelőtt szerzett pedagógusi diplomák évfordulójára állított ki a képzést nyújtó felsőoktatási intézmény.
Farkas Éva Erzsébet Makóváros polgármestere aranydiplomát ad át Látrányiné Putnoki Ágnes részére, aki 50 éve szerezte pedagógusi diplomáját. Megkérem a díjazottat, hogy fáradjon fel a színpadra. Látrányiné Putnoki Ágnes a szarvasi óvónő képzőben végzett 1966. június 18-án. Első munkahelye Földáfon a helyi óvodában volt, majd Hódmezővásárhelyre a Pálfi utcai óvodába került helyettesítőként. 1968-tól nyugdíjas koráig a Hódmezővásárhelyi Szabadságtéri óvodában dolgozott. Közlekedési szakreferensi képzést végzett 1983-ban, majd hitoktatói képesítést szerzett 1991-ben, valamint 2 éves komplex óvónőképző gyakorlaton vett részt. Énekzene szakos és logopédiai továbbképzésen szerzett képesítést. 1980-tól 1 évig vezette a Szabadságtéri óvodát, mely vezetői státusza az óvodák szervezeti összevonásakor megszűnt. Az összevont 3 intézmény általános helyetteseként dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Évekig mentor óvónőként tevékenykedett és segítette, illetve vizsgáztatta a gyakorlaton lévő és végzős hallgatókat. Pedagógusi tevékenységét odaadással lelkiismeretesen végezte a gyermekek érdekeinek előtérbe helyezésével. Kiváló munkájáért 1986-ban miniszteri dicséretet kapott. Az elismeréshez szívből gratulálunk és további jó egészséget kívánunk! Polgármesterasszony aranydiplomát ad át Mata Illésné részére, aki 50 éve szerezte pedagógusi diplomáját. Megkérem a díjazottat, fáradjon fel a színpadra. Illésné az érettségi megszerzése után képesítés nélküli óvónőként dolgozott vidéken. Tanulmányait munka mellett a Szarvasi Óvónőképző Intézetben végezte, ahol 1966-ban kapott diplomát. Kinevezett óvónőként munkáját a Kiszombori óvodában kezdte el. Lánya születése után kérésére Makóra helyezték a Vörös Csillag utcai napközi otthonos óvodába, ahol vezető óvónőként dolgozott. Később a Calvin óvoda részegység vezetője lett. 1985-től egészen nyugdíjba vonulásáig itt tevékenykedett. Lelkiismeretes munkája elismeréseként 1999-ben pedagógusi szolgálati emlékérmet kapott. Mata Illésné 40 évi pedagógiai tevékenysége után 1999-ben vonult nyugdíjba. A díszdiplomához szeretettel gratulálunk és további jó egészséget kívánunk! Aranydiplomát adunk át Szilágyi Mártonné részére, aki 50 éve szerezte pedagógusi diplomáját. Megkérem a díjazottat, hogy fáradjon fel a színpadra. Thank you.
Szilágyi Mártonné tanulmányait a Szegedi Tanárképző Főiskolán végezte. Matematika, kémia és műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon végzett 1966. június 27-én. 1966. augusztus 1-től a Makói 601-es számú ipari szakmunkásképző intézet tanáraként kezdetben kémiát, majd matematikát, anyagismeretet és munkavédelmet tanított. Megbízható és nagy teherbírású pedagógusként szaktanári munkája mellett minden évben osztályfőnökként is helytállt. Több éven keresztül volt az építőipari és a ruhaipari munkaközösség vezetője. 1986. június 1-én a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa kiváló munkájáért kitüntető jelvényt adományozott. A pedagógusi pályán eltöltött évek során többször készítette fel tanítványait megyei és országos versenyekre matematikából, kémiából és munkavédelemből. Szilágyi Mártonné 1997. október 15-én vonult nyugdíjba. Az aranydiplomához szívből gratulálunk és további jó egészséget kívánok! Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszony gyémánt diplomát ad át Bencik Sándorné récére, aki 60 éve szerezte pedagógusi diplomáját. Megkérem a díjazottat, hogy fáradjon fel a színpadra. Bencik Sándorné óvönői diplomáját a nyíregyházi tanítóképzőben szerezte 1951-ben. Jász Felső Szent György községben 1954-ig vezetett napközis óvodát. Ugyanebben az évben ment feleségül Bencik Sándorhoz, így került Makóra. Vezető, majd beosztott óvónő volt a Kálvin utcai óvodában egészen 1986-os nyugdíjazásáig. 1979-ben Törzsgárda emlékéremmel ismerték el munkáját, majd a Művelődési Minisztériumtól pedagógus szolgálati emlékérmet kapott 1981-ben. Gyermek- és ifjúságvédelem szakképesítést szerzett Szegeden. Évekig éjszakai ügyeletben dolgozott a Kálai Éva kollégiumban, és iskola előkészítőt is vezetett. Nyugdíjazása után még kiegészítő óvónőként tevékenykedett a Kálvin téri óvodában. Bencik Sándornét 2001-ben fél évszázaddal óvónői diplomájának megszerzése után pedagógiai munkája elismeréseként aranydiplomával jutalmazták. Most gyémánt diplomájához gratulálunk szeretettel, és további jó egészséget kívánunk! Gyémánt diplomát adunk át Dobai Jánosné részére, aki 60 éve szerezte pedagógusi diplomáját. Megkérem a díjazottat, fáradjon fel a színpadra. Dobai Jánosné az óvónőképzőt 1955-ben végezte el. Első munkahelye Klárafalván, nyári napközi otthonos óvodában volt, majd 1955. szeptember 1-től Apátfalván kapott állást. 1956. július 1-én áthelyezéssel került Makóra, az Erdélyi Püspök utcai óvodába óvónőként.
1959. decemberében vezetői megbízást kapott, mely munkakörben 1992-ig egészen nyugdíjazásáig dolgozott. 1975. február 15-től óvodai szakfelügyelőként is tevékenykedett, melyet vezetői teendőivel párhuzamosan végzett. Pályája során rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken, vezetői szaktanácsadói tanfolyamokon, nyári egyetemeken. Mentor óvónőként a szarvasi kecskeméti óvónőképző hallgatóinak többször vezetett szakmai gyakorlatot. Munkaközösség vezetőként fogta össze a Makó városi, város környéki óvónők továbbképzését. 1977-ben kiváló dolgozó, 1982-ben kiváló társadalmi munkáért, 1987-ben kiváló pedagógus kitüntetéssel ismerték el tevékenységét. Dobai Jánosné 1992. december 28-án vonult nyugdíjba. Az elismeréshez szeretettel gratulálunk és további jó egészséget kívánok! Tisztelt ünneplő közönség, a következő percekben a díszpolgári címek átadására kerül sor. Makóváros önkormányzati képviselő testületének az önkormányzati kitüntetésekről és adományozások rendjéről szóló 4/2016-os önkormányzati rendelete alapján Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki egész életművével vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a város fejlődéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári kitüntető cím az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadása. A képviselőtestület az idei évben két személynek ítélte oda a díszpolgári címet. Felkérem Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszonyt a díszpolgári cím átadására, és megkérem fáradjon a színpad előtti részre. Makóváros önkormányzati képviselőtestülete a 250/2016-os számú határozatában döntött arról, hogy díszpolgári címet adományoz dr. Streitmann Károly részére. Streitmann Károly külföldi távolléte miatt az október 23-ai ünnepségsorozat keretein belül veszi át a díszpolgári kitüntető címet. Streitmann Károly 1937-ben született. 1956. októberében, tehát 19 éves, a Szegedi Orvostudományi Egyetem első éves hallgatója, a MEFESZ alapító tagja volt. A forradalom szikráját ő hozta haza szülővárosába, ahogyan azt elmondta a Vidéki srácok 56 című magyar ismeretterjesztő filmsorozatban is. Vegyésznek készült. Az általános iskolát Makón a Szent István téri egyházi iskolában, a vegyipari technikumot Szegeden végezte. A Makón október 28-án megalakult Forradalmi Ifjúsági Szövetség egyik célja volt, hogy megalakítsa a nemzetőrséget. Ez megvalósult, és tagjai a forradalom napjaiban együtt járőröztek a hivatásos rendőrséggel. A nemzetőrség felfegyverzése úgy történt, hogy egy napon Streitmann Károly két teherautónyi fegyvert és lőszert hozott a FISZ székházához, ezeket a szegedi Ávós laktanyából rekvirálta. Történetét a félváros tudta, mégsem árulta el soha senki, így bár letartóztatták, mely helyzetből kalandos úton szabadult, sok derékember segítségével kiválóan végezte el az egyetemet. Gyermekgyógyász nefrológus szakorvosként 77 éves koráig vezette a makói kórház osztályát. Ma egyetemi magántanárként Szegeden él, és minden október 23-án részt vesz a Forradalmi Ifjúsági Szövetség egykori tagjainak bajtársi találkozóin, az egykori székházuk falán elhelyezett emléktábla koszorúzásán. Távollétében is gratulálunk a díszpolgári címhez, és további jó egészséget kívánunk! Makóváros önkormányzati képviselő testülete a 251/2016-os számú határozatában döntött arról, hogy díszpolgári címet adományoz Gajdos Dezső részére.
Vajdos Dezső 1924-ben született Makón. Hosszú évtizedek óta a város megbecsült polgára. Magas szakmai tudását, a művészetek iránt érzett elkötelezettségét bizonyítja, hogy mindig bőkezően támogatta azokat a kezdeményezéseket, melyek a város fejlődését szolgálták. A művészetek mecénásaként felállította a város főterén a méltatlanul mellőzött Nagy Gyula makói szobrászművész a Megriadt nő című alkotását, felújítatta a Szent Háromság szoborcsoportot a Szent István téren. Ő készítette városunk fürdőjének előtervét is. Műszaki ellenőrként felügyelte a Kossuth utca és a Sírkert utca sarkán található zsidó temetőt, a makói gépgyár központi épületét. A Városépítő Egyesület elnöke volt. 62 országban járt és szavaival élve mindenhol kereste az ember és a természet alkotta szépet. A makói fotókör tagjaként kiállításokon mutatta be a városról és utazásairól készített fényképeit. Önzetlenül támogatta a makói művésztelepeket, akár közvetlen vásárlásokkal, akár közvetve az anyagi terhekből is részt vállalva. Számos makói emléktábla megvalósulása is neki köszönhető. Említésképpen. A Maros folyón áthidaló Vasúti híd emléktáblája. Az Árvízi emlékmű. A Páger Antal emléktábla. Návai Lajos emlékére a makói áldozatok nevével vésett vörös márvány kereszt a római katolikus temetőben. A II. Világháborúban elesett magyar és szovjet katonák sírkeresztjei. Emléktábla a magyar családon tartózkodó lengyel tisztek és családtagjaik emlékére. Az Aradcsanádi Vármegye vasútállomásainak márványtáblái, valamint a helyi izraelita temetőben a kis vasbetonház, benne a nagyméretű vörös márványemlék több ezer héber betűvel. Tevékenységét nem feledve gyakran még New Yorkból is hívják, sőt hazalátogatása alkalmával sok városomban elszármazott keresi fel őt. 1956-ban ő is ott volt a gimnázium előtt, amikor az önkényuralom makói jelképét, a szomjet emlékművet ledöntötték. Szakmai tanácsai útmutatása alapján omlott le az obeliszk. Az emlékművet 1957. februárjában neki kellett társaival együtt újjáépíteni, melynek minden erkölcsi, jogi és anyagi következményét bátran vállalta. Az 1970-es évektől kezdve nem volt olyan kezdeményezés Makón, melynek támogatói között ne lett volna ott ő is. Megfontolt véleményére, tanácsaira a város vezetése mindig számíthatott. Vajdos Dezső életét az alázat, az önzetlenség és a művészet szeretete jellemzi. Kedvenc idézetei közül talán Goethe szavai jellemzik a legkifejezőbben életét és tevékenységét. Ezt a magas kort megérni lehet, de megélni művészet. Hosszú évek szorgos munkájában elfáradva, mára már visszavonult a közélettől. Szerető felesége társaságában, akinek Dezső bácsi elmondása szerint hosszú életét köszönheti, éli boldogan és elégedetten mindennapjait. A díszpolgári cím egy tartalmas, dolgos élet méltó elismerése, melyhez szívből gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk. Köszönöm, polgármester asszony! Tisztelt ünneplő egybegyűltek! Szívből gratulálunk a díszpolgári cím új birtokosainak, valamint az arany és gyémánt diplomás pedagógusoknak. Kísérje további életüket jó egészség és családjuk szeretete. Ezt kívánjuk mindannyiójuknak. Kedves közönség, a díjátadó ünnepséget követően most énekeljük el a dr. Mihálka György Városi Vegyeskarral közösen a Makói Magánzeneiskola koncertfúvós zenekarának kíséretében a Szózatot.
Kedves ünneplők, most kérem, fogadják szeretettel államalapításunk ünnepének alkalmából a város ajándékát, ezeket a kis cipókat, melyeket ezúton is köszönünk a Forrai Pékségnek. Nagyon.